Jó napot kívánok! Ma regisztráljunk a Google Analytics-be. Először be kell lépni a Google fiókunkba, azt most nem mutatom meg, hogy hogyan kell. Aztán menjünk arra a honlapra, hogy analytics.google.com. Ha még nem vagyunk regisztrálva, akkor itt megjelenik egy nagy regisztrációgomb. És utána már el is kezdhetjük az adatok megadását. A Google Analytics háromszintes struktúrája a projekteket, amiket beviszünk, úgynevezett fiókok szintjén. Ez egy egész projektet jelent, mert több projektet is föl lehet vinni. Adjunk neki egy nevet. Aztán a következő szint a tulajdonszint. Itt el kell nevezni valahogyan a tulajdont. Itt meg kell adni a webhely vagy honlap címét. Valamilyen iparági besorolást kell neki adni, ami ki lehet itt gyorsan választani. Itt be kell írni, hogy milyen országhoz tartozik ez a honlap. Majd mindenféle Google termékeknek adatmegosztást adunk. Hát most én inkább nem adnék semmilyen hozzáférést senkinek se. És akkor itt alul meg kell nyomni ezt a nagy kék gombot. Itt akinek van ideje, az elolvashatja a feltételeket. És már készen is vagyunk. Rögtön arra az oldalra visz minket, ahol a követőkódot megadja, amit be kell ágyazni a honlapba. Ez nem is annyira fontos, mint ez a szám. Ez a szám, amivel azonosítani lehet ezt az úgynevezett tulajdont. Ilyen egyszerű volt. Minden jót, viszont hallásra!